Az Alba Ligában itt a tavaszi szezonban egy igazán ütős kis rangadó következik, egy elmaradt mérkőzést pótolnak, ez pedig nem más, mint a Döcös és a Masterclass összecsapása. Ugye itt azért komoly a tét, hiszen a jelen pillanatban a második Döcös és a harmadik Masterclass meccsel egymással, mivel mind a két csapat meze alapvetően sárga, így most kék megkülönböztető jelzésben futballozik majd a Masterclass-t. Náluk egyessel Rothausz ki Attila, 9-essel Dombi Ferenc, 2-essel Bíró Ákos, 3-asra Sranc Zsolt, 6-ossal Kovács Attila, 5-ossal Tiber Szabolcs, 4-essel Bartos Barnabás, 7-essel Salad Zoltán, 10-essel Szölősi Tibor, akkor ugye a csapatot, illetve Zitek Zsolt is ott van. Ugye hát most a S-számoknak azért talán egy picit kisebb jelentősége van, lévén azért itt most megkülönböztető jelzésben, megkülönböztető mezben játszanak a Masterclass játékosai. A másik oldalt illeti Somogyi Szabolcs, Horváth Zsolt, Kövecses Imre, Bobori Balázs és Molnár Viktor a kezdő csapatban. A Döcösnél ez a gárda veszi fel a küzdemet a Masterclass-tal, kapuban a Döcösnél Spandler Mátyás áll. Egy jó támadás közben, ezt várjuk, mindjárt belemegyünk. Előtte Horváth, de blokkolták. Horváth Zsolt a Döcösházi gól királya, úgymond eddig a bajnokságban. Ott a lehetőség megpattan, a sarokrúgás lesz. Ahogy említettem, a második játszik a harmadikkal. Jelen pillanatban a bádogos Gréco Petrol vezeti a bajnokságot veretlenül, 9 győzelemmel és egy döntetlennel. Az jó, viszont a lövés viszonylag gyengére sikeredett. Ugye említettem, a bádogos veretlenül vezet, 9 győzelem, egy döntetlen, 28 pont, 49-20-as gólkülönbség, és a 28 pontos bádogos mögöttel 25 ponttal a Döcös és 22-vel a Masterclass-t. A Döcös 8 győzelem, egy döntetlen, egy vereség, 33-11-es gólarány, míg a Masterclass-t 7 győzelem, egy döntetlen, két vereség, 44-22-es gólarány, így jön össze a 22 pont a csapatnak. Tehát mindenféleképpen egy rangadóról beszélhetünk ezzel a találkozó kapcsolatban. Hát nagyon remélem, hogy jobban elkényeztetnek minket a csapatok gólokkal, mint tették azt ősszel. Az őszi meccsükön mindössze 2 találat született, méghozzá igazságos elosztásban. Mind a két gárnának ez volt ősszel az egyetlen döntetlenje. Ez az 1-1-es mérkőzés, mely még a bajnokság első fordulójában esett, méghozzá október 2-án. Egy jó lövés Horváttól megfogja a kapus. Azon a meccsen egyébként Dombi 19. percben esett góljával a Masterclass szerezte meg a vezetést, és vezetett is az első fél időt követően, és Horváth Zsolt a 40. percben egyenlített ki. Még elérte Szőlősi. Vagy kint az oldalvonalon, keresztbe lőtt labda végül nem okozott akkora veszélyt. Önökapusnak közbe kelljen avatkoznia. Marad a 0-0 egyenlőre. Hoppá! Az egy rossz passz volt. Tiber Szabolcs tette vissza a rossz helyre. Mi hát a család, illetve a név kötelez. Tiber László fia az, aki ott van most a Masterclass-ban. A szép Bobori fordult rá. De ez igazán veszélyes, Rothauskinak oda kellett érni. Egy picit több erő van benne, akkor nagyon könnyen még nagyobb veszélyt is okozhatott volna ez a lövés. Marad a kékeknél a labda. A pálya feléről jár a dobás. Salad Zoltán. A balosba beleléptek. Megint csak jött a Masterclass-t. Ez veszélyes volt. Kis ilyen elsuhant a lábak között. Salac jött jól, és megint csak a ballal, az erősebb lábával tudta előni a labdát, és elakadt a védőkben. Iber szabálytalankodik. Horváth Zsoltot állította meg szabálytalanul.
Bobori. Igen, nagyon kap segítséget. Gyentettem Horváth Zsolt, a leggólebősebb játékosa a döcösnek, 8 találattal. Nagyon kiegyensúlyozottan lövik a gólokat a sárga mezesek, mindenki kiveszi a részét belőle. Horváth Zsolt 8 gólos, Bobori Balázs 4, Doma Zoltán és Bírez Zoltán 3-3, Molnár Viktor és Vas Tibor 2-2, Kellner Zsolt, Kovács Attila, Molnár Csaba, Kaszás Kornél és Rehák Viktor egy alkalommal talált be. A másik oldalon két játékos az, aki alapvetően szórja a gólokat, Kovács Attila és Sölöz Zoltán 13 gólt lőtt, Szőlősi Tibor 5, Dombi Ferenc szintén 5 gólos, Bartos Barnabás 3, Galaci János 2, Bíró Ákos, Rothoszki Attila és Sölöz Zsolt egy-egy alkalommal volt eredményes. Tibert piszkál oda, dobhatnak a sárgák. Úgy említettem az első fordulóból, az szép cselsorozat volt, végül megállították Horvátot. Szóval az első fordulóból halasztották el ezt a meccset. Egy döcös kérésére a Masterclass-t beleegyezett abba, hogy egy héttel eltolják, illetve egészen pontosan 5 nappal eltolják ezt a meccset. Tiber kerül a földre, szabad rúgás lesz. Döcös játékosának nagy részének nem volt jó az eredeti időpont. A Masterclass pedig beleegyezett abba, hogy halasszák ezt a találkozót, ezért is választottuk ezt a meccset, remélem nem csalódunk, mert azért itt nagyon könnyen eldőlhet egy-két dolog, legalábbis rövid távon eldőlhet, hiszen ha a döcös nyer, akkor egyértelműen üldözheti tovább a bádogost, és leszakítja a mögött álló Masterclass-ot, ha viszont a Masterclass nyer esetleg, a ide szép gól, Salac, a 7. percben járunk, szóval ha a Masterclass nyer, akkor pedig utolérheti legyőzött ellenfelét, a döcöst, hát most efelé tette egy lépést, itt a 7. percben a Masterclass-nál megszerezte a vezetést, egy szabadrúgás után, Salad Zoltán a gólszerző. Nulla egy ezzel, papíron egy döcös a pályaválasztó, ezért is mondtam azt, hogy 0-1, Bobori, elcsúszott, nem bántották. Bobori. Szabadrúgás lesz, megfogták Boborit. Jött már Kövecses. No, egy szabadrúgás után született meg a vezető gól. Még egy perce. Nézzük, tud-e hasonlóan szabadrúgásból válaszolni. Döcös, hát nem tudott, teli belőtte a sorfalat Bobori. Somogyi. Horváth. Itt valaki a földre kerül, de mehet tovább, Szőlősi. A játékvezető nem fújt, Rothauszki pedig kivárt és úgy szedte fel a labdát. Laposan megfutatták Tibert. Sranc volt az, aki kicsit hosszan ívelt. Somogyi és Kövecses játszik össze. Bobori. Veszített el egy rövid időre, Somogyi már. Azt lehet, hogy lehet lőni, bizony már lehet is lőni, Somogyi lőtt el, végül elkerült a kaput, a próbálkozás marad, de 0-1. Salad Zoltán góljával vezet a Masterclass-t. 10. percben járunk, amikor Rothaus kivett kirúgással. Szőlősi. Boborit kiszorították a labda elől. Ráadásul a játékszer nem az oldalvonalon ment ki, hanem az alapvonalon, úgyhogy a kapus hozhatta a játékba. Tiber.
Kovács tette hátra, ott pedig még hát az egyik Masterplus játékos már nem volt ott, a másik még nem ért oda. Horvát húzná meg. Lefordulna Szőlősi, az szabadrúgás. És magához is hívja Somogyi játékvezető. Nagyon határeset volt. Egy hűsebb szankció felé vezető úton. Salac. Most kapja meg az engedélyt, Salac, hátra a kapusnak. Rothaus kilövi, eló, de kellemetlen lövés volt. Kapaszkodnia kell egy Spandernek. Bobori. Molnár. Boborinak vissza, egy picit hosszú volt. Kövecses pedig nem ért még oda. Végezte le a bedobást, Szőlősi, kapott egyet a lábára, lehetett hallani a koppanást még itt és a túloldalon. Gyakorlatilag ugyanonnan jár a szabadrúgás, mint az előbb. Ugye akkor Rothaus kilövésével zárult. Spandlernek kellett védenie. Nem tudom, megjátsszák-e újra. De most nem, Rothaus ki visszamegy a kapujába. Maximum a tetőt veszélyeztette ez a lövés. Horvát. Kövecses. Nem biztos, hogy a legjobb ötlet volt ez a felpörgetett labda. Doma volt az, aki felpörgette magának, de aztán nem tudott ráfordulni. Ugye cserélt közben. Sárga hangzás csapat, Bobori ült le a padra. Mehet tovább, nem volt szabálytalanság, Tiber tartja meg. Tiber. Rothaus kilt hátra, jól oldották meg Kovács. Csak aztán közben visszajöttek a sárgák. Szőlősi, az lassan növő helyzet lesz, Szőlősi, még tovább, a lövés, Franz lőtte el. Akkor sem játszottam most meg a Masterplust. 14. perc, túl vagyunk az első fél idő felén már, továbbra is 1-0-ra vezet a megkülönböztető mezben futballozó Masterplust. Majd a vezetést a 7. percben szerezte meg. Salac góljával. Szőlősi. Tiber. Szőlősi. Ez remekül látszik, hogy próbálják azt játszani a Masterplusznál, hogy elég sok... Parral volt szabálytalan, Salac Zoltánt. Húgtatta, most állt be Parral is, illetve Kovács Attila is a döcösbe. Szóval próbálja azt játszani a Masterplust, hogy nagyon sok labdát föltesznek Szőlősire, aki azért az albaliga átlagánál sokkal jobban tartja meg ezeket, tehát nagyon sokan nem képesek arra, amire ő igen, hogy ezeket a felült labdákat megszelídíti és vissza tudja osztani a második hullámban érkezőknek, vagy lövés lesz belőle, vagy ha jól fejlődnek fel a társak, akkor könnyen létszámfölényes helyzetet is ki tudnak ebből alakítani. Ezért ez nagyon látszik, hogy ez egy kedvenc fegyvere a Masterplusznak. A döccös másabb stílusra esküszik, ők szeretnének dominálni, és próbálnak dominálni. Meglátjuk a meccs végén, kinek megy jobban éppen. Lehet a Masterpluszt. Salac.
mert megint csak keresték Szőlősit. Tiber Szabolcs, ezt sem tudta megszédíteni, Paral. Vissza, ez szép játék, és az utolsó ember blokkol. Ez nagy helyzet volt. Csak be a kapu elé, Horváttól kivágják a védők. Marad az 1-0 Masterplasznak. Somogyi dob majd, amint a szerelés igazítás befejeződik, Tiber Szabolcsnak kell megkötni a cipőfűzőjét. Tiber Szabolcs teszi ki Somogyi hátra, Horvát. Somogyi. Kovács, és erre is odaért az ember, Tiber blokkol, most ott ragadt saját kapuja előtt a Masterplast, a Döcös kicsit jobban nyom, az jól jön be, csak maga a Somogyi próbált fejelni. Egyenlőre még a Masterplast nem változtatott, tehát nem volt csere a vezető csapatnál. Salac a labda mögött, nézve most a labdával a kezében egész pontosan, ez veszélytelen volt, és próbálnak fordulni a sárgák, csak nem nagyon sikerült, Tiber ahhoz felé mellé. Majdnem mondtam, hogy ezt nem lehet bent tartani, de Kovács megoldotta végül. A lövés fölé is, mellé is. Paral lőtt el. És most van az első csere, Tiber Szabolcs helyre jön Dombi. Masterplast együttesében. 18. perc a meccsen, továbbra is 1-0. A Masterplast meg Sallat Zoltán góljával. Dombi volt szabálytalan közben. Ez nem volt rossz. Kovács. Íme, most erre láttunk egy példát, mi maradt ki, te jó ég. Csak most éppen nem Szőlősi volt az, aki visszakészített, hanem Dombi. És Szőlősi lőtte el, aztán Dombi gyakorlatilag egy méterrel csak beletette a lábát a nagyon erős lövésbe, nem tudta már irányítani, az veszélyes, lehet ott hátul játszadozni. De végül megoldja a Döcös, Kövecses. Beteszi, au, felső léc. Na, megélénkült a meccs. Fél percen belül két nagy helyzet. Egy itt, egy ott. Kovács. Szőlősi pörgeti tovább, Dombi hátra nem a legjobban. De aztán a túlerő nyer Kovácssal szemben. Doma lőte egyébként a felső lécet a Döcsösnél. Az is jó. Kicsit ketté szakadt a pálya, Kovács, belelépnek sarokrúgás. Közben változtattak. Masterplasznál még egyet. Stranc helyére bejött Bíró. Ebből nem lett komolyabb veszély. Kovács, Dombi. Kiemeli fel, most kizárták Szőlősit, ebből nem lett olyan veszélyes helyzet, mint az előbb. Lassan megkezdődik az első félidő hajrája.
1-0-ra vezet továbbra is a Masterplast. Csak érdekességképpen ősszel ez volt a szünet, tehát 1-0 Masterplastnak, akkor nem Salaszlőteg volt, hanem Dombi. És Salasz Zoltán, aki harmadik volt a góllövő listán a meccs előtt, és nem biztos, hogy előrébb lépett, hiszen most már 14 gólos a szezonban. De azért nem rossz mutatót tegyük hozzá, hiszen ez a 11. meccse a Masterplusznak, és a 14. gólját lőte Salasz, tehát a gól per meccs mutató az egy fölött van, nagyon harcos Szőlősi. Egy lövés belelőtt Kovács Dombi próbálkozásába a Masterplusti a labda. Szőlősi nem találja el, ez is helyzet lett volna. Kovács, ez így Rothauszki, olyan kisodródott már Kovács, lekészített labda után. Az jó meglátás, helyzet is lesz, a befordulás viszont jól jött a kapus. Megint Doma került helyzetbe. Nem maradt rá ember, de Rothauszki kirontott és már nem lehetett ellőni fölötte. Kövecses dobhat. A fejes mellé paral. Na, szép volt a csúsztatás is. Dombi reklamált, és most lemaradt az emberéről. Ott van még, nincs benne, szögletre kiemelik. Sokasodtak szerencsére a helyzetek az első 13-14 perchez képest. Szőlősi. Somogyira viszi rá. Hát volt talán nem pont így akar segíteni Kovács. Ezt a túloldalra szánt a Szőlősi. Bobori tenné be. Nem tudott felszabadultani Salac. Somogyi. Kövecses, az kérdés volt. Kérdés csak az, hogy hol? Kint vagy bent? Hetes, büntető. Büntetőhöz jut. Nekem is úgy tűnt, hogy bejebb állt. Nem, szabadrúgás akkor, nem? Az egyik bíró mutatta a büntetőt, a másik viszont mutatja, aki közelebb volt, az a játékvezető mutatja, hogy kívül állt. Hát igen, véleményes, mert pont kifele lépett a büntető területről a Masterplast játékosa. A büntetőt megúszta a Masterplast. De megúszta ezt a szabadrúgást, hiszen most négyen állnak a sor, nem, három állnak a sorfalban. Kellett védeni a Rothauszkinak, Molnár volt az, aki rátűzte. 25. percben járunk, nem lett büntető, és így nem lett egyenlítés sem egyelőre. 1-0-ra vezet a Masterplast Csalad Zoltán góljával. Salac. A kezdezés tényét nem is lehet vitatni, ugye itt arról volt az első körben, hát nem is vita, de mondjuk nem a nézeteltérés a játékvezetők között, hogy büntető vagy szabadrugás.
végül a közelebb álló játékosok szava döntött, aki azt mutatta, hogy ez nem volt bent a büntető területen. Úgyhogy nincs hetes, csak szabad rúgás. Molnár kapja vissza, jaj, de szép gól, az igen. Parallel volt a kényszerítő, és ez a vége az első félidőnek ezzel a góllal, egy remek találattal a döntős kiegyenlített, úgyhogy nem dölt el semmi még egyelőre. Egy remek találattal sikerült egyenlíteni az első félidő utolsó másodperceiben Molnár révén a döntősnek, szép volt nagyon a kényszerítő parallel. Bobori visszatért, és mielőtt is készít, Kövecses, így, ebben több volt. Tíber, micsoda cselsorozat, Tíber, még ezt is megcsinálja, és az utolsóban van akad fenn. A kapus védett csak, az igen, ahogy itt végigment. A hosszú oldalon érkező ember a fejes mellé, mert Zitek volt az, aki jött a szélen. Az igen, szép volt Tibertől, ahogy végig ment. Parallel azt nem érhette el. Szabadrúgás lesz. Bobori az egy tagú sorfal, Salac a labda mögött. Na nézzük, Salac. Telibe lövi Boborit. Sranc dobhat. Tiber. Lecsorog, és meg Sranc megmenti, hogy ne legyen ellen támadás, aztán kap egy szabad rúgást, megint csak a Master Blast. Ott a Sranc lábát találták el. És Tiber áll a labda mögé. Na nézzük, két tagú a sorfal, az előbb egy volt, az egy kicsit messzebbről is jött Tiber. De a kapu elé gyönyörű meglátás. Előtte a hosszúra Tiber, és érkezett Bartos, aki végül belsőzte a 28. percben, visszaveszi a vezetést a Masterplast. És akkor most már mondhatjuk, hogy több gólunk van, mint volt ősszel. Már ott az előbb Tiber szlalomjánál, szólójánál is közel járt a gólhoz a Masterplast, most pedig olyan közel járt, hogy meg is szerezte azt. Bartos volt az, aki jókor jött. Összeválasz, még lehet. Még egy ötösé így. Bartos Bardabás a negyedik találatát jegyezte a bajnokságban. Az előbb magas láb miatt fújtak le egy szabálytalanságot a döcösnél, most azt reklamálják. Most sárgák, hogyha az az volt, akkor ez is. Bobori a sarok rúgással. A kapus teszi ki. Még lehet lőni. Ó, és micsoda bal szerencsés öngól. Teli belőtte a kapufát. Molnár a kapufáról kijött, és Sranc a saját kapujába lőtte egy perccel azután, hogy visszavette a vezetést. A Masterplast újra kiegyenlített döcös. Sranc öngólja. Másodszor is egyenlített döcös. Bobori harcol ki egy szabadrúgást közben, az igen jó helyről jár.
Molnár a labda mögött. Tíber és Salac a sorfalban. Teli belőtte a sorfalat Molnár. Oldalról jönnek majd a sárgák, mivel érte a tetőt. Azt túlságosan magas Boborinak, csak bele csúsztatni tudott Bartos egy alapdás srancnak. Salac. Elcsúszott Horváth, de aztán megszerezte a labdát, Kövecses. Kapná vissza, Boboritól belenyúltak. Az itek mentett. Az egyenlítő gól óta, illetve nem is az egyenlítő gól, a második Masterplast gól óta nagyon beszorult a Masterplast. Döcös rohant előre, és őt is egyenlítenie, és azóta is azért inkább ők vannak támadásban, igaz, alig néhány perc telt el azóta. Molnár. Somogyi. Horváth. Belelépnek, visszakerül Somogyiig. Somogyi hátra. Spandler, nem a legjobb helyre. Aztán Kövecses kisegített. Bori kap a lábához. Szólt a játékvezető, sípja. Tíber. Tíber megint próbálod cselezni. Így jó meglátás lett volna, az itek indult be üresbe, de aztán lefülelték a labdát. Bobori, középen van érkező ember, és most már megszerzi a vezetést. A Döcös a 32. percben. Hát gyorsan változott a helyzet, ha én csak Molnára gól szerző. Az egyetemi lökés volt, Boborival szemben szabálytalankodtak. Hát abszolút átvette a meccs irányítását a Döcös. Most nem csak az irányítás, de a vezetést is megszerezték a sárgák. Bobori a labda mögött, két tagol sorfa, a Bartos és Salac alkotja. Rothauskiról került a plafonra, úgyhogy oldalról jön majd a Döcös. Somogyi. Na, kit választ? Hátra a kapusig, Spandler. Horváth. Bobori. Bobori. Jó, de szép játék Rothauski vér. Megy Bobori a szöglethez. Ott van még Rothauski szedi össze. Kellene diktálni a tempót és jönni előre. Na, aztán vasznak, de most nagyon beszorultak. Tíber, kicsit hosszan, de megtartja. Sanc. Bíró. Bartos. Az nem volt jó elképzelés. Kövecses, azt veszik. Bartos másodszor emeli így föl, nem van értelme.
Horvát. Az jó. Jól lépett ki. Zitek. Tiber. Tiber! Az szerintem... Nem volt benn. Ezek szerint nem volt benn. Nagyon gyanús volt nekem. Szerintem nem volt gól. Közel járt, nagyon, Tiber. Tiber. Most elveszik, Kövecses. Horvátot kereste volna, Horvát meg is szerzi, ha nem jutott el hozzá a labda, akkor értem egy felkiáltással, és egy szögletet meg is ért a harcosság. 36. perc. 3-2 az ötösnek. És hát azt mondtam ugye még 1-0-nál, hogy most a Masterpost közel van ahhoz, hogy pontszámban befogja a döcöst, most akkor azt mondom, hogy a döcös van közel ahhoz, hogy leszakítsa 6 pont távolságra magáról a Masterpostot. Tiber húzza meg. Az, mi ez? Kirúgás? Kirúgás, nincs rá szöglet. Horvát. Nem volt még kint, Sanz. Bíró. Bíró lövi be a kapu elé. Ügyetes kapusa pedig nem rutinosan kiengedi. Az Zitek nem érhette el. Kovács Attila jön be közben a döcösnél Somogyi helyére. És érkezett Doma is. Boborit váltotta. Horvát. Tiber szépen fordult le, 2-1-ben jöhetnek a Masterplastosok, és sikerül is kiegyenlíteni, megcsinálják. Megoldják ketten. Tiber fordult, letett az Zitek, meg Zitek vissza a hosszúra. És Tiber becsúszva ki egy ilyen vita 38. percben. 3-3. Kövecses. Hát kezdő mindent előről, de ezt már elmondtam majd egyszer-kétszer. 38. perc, vagy tucatnyi perc van vissza a meccsből, amikor újra Egáról folytathatjuk. Kövecses lőtt mellé. Ott vagyunk, ahol elkezdtük. Egyelőre még tehát nincs döntés. Salac belelépnek, Paral. Megelőzi Salac Horváth Zsoltot. Kovács. Horváttól vissza, Kovács. Kovács. Az túlságosan magas. Rothauskihoz kerül hátra. Szőlősi még bele tudott egy picit csúsztatni, de érdemben már annyira nem, hogy olyan szinten irányt változtasson a labda, hogy az gondot okozzon a kapuban Spandernek. Paral. Na, ki viszi majd dülőre ezt a meccset, ez itt a nagy kérdés. Jó 10 perc van eldönteni ezt a találkozott meg a 3 pont sorsát, az lerántás volt, az egyértelmű. És nem véletlenül reklamálja a döcös a 2 percet, bizony ezért nyugodtan lehetett volna osztani. Szemben a kapussal és lerántja!
Szabadrugás jó helyről jár, de nem véletlen, továbbra is mondom, a reklamálás sárgáknál. Jogos lett volna 2 perc. Ne nézzük. Ketten a labda mögött. Biztos, hogy nem marad így, mert így oda a létszám fölény is lehetősége sárga mezeseknek. Na nézzük. Rövid saroknál ott áll Horvát. Ő is kapja, csak nem jól, egy picit kívülre jött neki. Nem pont lábra, úgyhogy vissza kellett húzni a labdát, hogy meg már odaért a védő. Paral. Spanderik hátra. Paral röviden. Picit röviden tette, és kellett jönnie Salacnak, de Salac volt szabálytalan. Horvát. Horvát fordult bele Salacba, de szerintem buktatta. Látok vezetők szerint nem. Érkező ember, ki tudott menteni, viszont a hosszú oldalon van, aki érkezik, Horvát. Molnár. Paral. Rövid sarok felé. Kirúgás lesz. 42. perc, továbbra is 3-3. Az nagyon kellett Horváth, hogy belecsúsztasson, mert ott mögötte Szőlősi. És ezt a Horváth, ha nem fejebb, akkor pont le tudja venni a Szőlősi. Bartos talp alatt elcsúszik Horváth. Bartos, Salac. Az nem lesz jó. Nem számított a játékostárs Szőlősi. Kovács dobhat. Azt nem fogják befolyni kezdezésnek. Horváth nem tudja átforgatni a hosszú oldalra. Doma várta volna. Kié lesz, a döcösé lesz. Gyorsan el is végezték. Dobhat a döcös. Valami nagyon nem tetszik Srancnak. Horváth. Kovács is labda felé odalépnek. Kirúgás. Salac Zoltán. Bartos. Bartos nem tudja betalni, de így jó lehet, viszont nem találja a jó Szőlős, és majdnem így is jó lett, mert megpattant az egyik védőn. De jól korrigált Spandler a kapuban. És tudott védeni. Ez még mellé megy. Aztán jön Bobori a döcösnél. Paral. Bobori kerül a földre, szabad rúgás. Ketten a labda mögött. No, vajon meglátjuk.
mi lesz ezzel a meccsel, hiszen most már 45. percben járunk. Valamelyik csapat el tudja eldönteni, vagy nem ezt a meccset, vagy marad a döntetlen. Molnár. Mellé. Nem tudtak beleérni a hosszú oldalon. Gabor jól álkodott ott. Rothauski. Meg kell vonni a kapust is, de nem jól, és aztán kitolja Spandler. Dombi várta volna, hogy lepörög aztán a labda kapusról, de fölé ment. Most megúszta a göcös. Szőlősi, ez is a kapusé. Paral. Fönnmaradtak néhányan a Masterclass-tól. Bobori. Na, tudnagy volt a konkurencia lövéshez. Dobhatom a Masterclass-t. Bobori nagyon mérges. Csak a gyorsabb játékot vár a többiektől, ezt kérte számon. Szőlősi. Szőlősi, egy picit hosszan, de még így is elhozza. Sranc. Sranc. Ki viszi, nem viszi ki, ott van még. Nem tudják közelről betenni a kapuban, még mindig ott van. Ez pedig fölé. Mekkora helyzet maradt ki. Mekkora helyzet. Marad a 3-3-47. Perc. Az is helyzet volt, ám ott meg Bobori. Nem, Kovács, elnézést, nem is Bobori, Kovács volt az, aki helyzetbe került. Na, jó kis megtett ez, jól választottunk szerencsére a hétre. A kérdés még mindig adott, a 47. percben járunk, tehát lassan-lassan véget ér a találkozó, hogy vajon ki gyűjti be a 3 pontot, ha egyetlen valaki begyűjti, mert jelen pillanatban azt mondjuk talán a legvalószínűbbnek, hogy nem gyűjti be senki. De hát van még idő azért megszerezni egy győztes gólt. Salac. Jó volt a blokk. Salac. Salac. Jó volt a blokk. Szőlősi befordul, és Szőlősi ahogy befordul, el tudja lőni Horváth mellett a labdát, és a 48. percben újra vezet a Masterclass. Felveszi a megkülönböztető meszt Kovács Attila, tehát gyakorlatilag vészkapussal fog játszani a gyöcsös kockáztatnak, majd. Most jön a csere, Kovács jött a megkülönböztető meszben. Gyakorlatilag most mezőnyben létszám fölén van, de egy labdavesztés végzetes lehet a gyöcsösnek. Kovács tovább. Egészen hátra Kovácsig. Somogyi. Almer. Somogyi. Majdnem elveszítette. Horváth. Horváth. Érdekes játék, de veszélyes játék is. Könnyen. Nem minden szoktak viszonyolhat a fagylalt. Jól védekezik egyelőre a Masterclass-t, és elveszíti a labdát. A döcös. Most ugye akkor a koreográfia azt szerintem adott mindenki számára, Kovács a vészkapust lemegy, és bejön a rendes kapus, a normál kapus, Spandler. Sranc. Szőlősi. Ki pöttyinti előle. Horváth. Horváth.
Stanz megint, bár most már közelebbről, Szöllősi. Spandler. És akkor most jön Kovács, Spandler le. Ott van még, és rásul rúgja kis alac, hogy rá pöttyinti ezt Kövecsesre. Hát kérem szépen, itt még nyitott kérdés, hogy mi lesz a vége, jövőre masterpasztál közel a győzelemhez. És nem nyitott kérdés, a nyitott kérdések lezárultak. 4-3-ra nyerve a masterpaszt, amely gyakorlatilag többször is vezetett a meccsen 1-0-ra, 2-1-re, onnan fordított 3-2-re a döcös, de Tíber és Szőlősi góljaival átvette meg végérvényesen a vezetést a Masterplast, és ezzel a két csapat most már azonos pontszámmal áll a tabellán, de hát ugye lesz még a itteni forduló, ugye ez egy elmaradt meccs volt, ahol akár ez változhat is, de az biztos, hogy most ezzel az eredménnyel talán a bádogos grékok, ahol a lista vezető lehet a leginkább elégedett, mint tehát a döcös Masterplast 3-4.